a nap 24 órában nyomják ezt az emberek fejébe, hogy te csak akkor érsz valamit, ha ilyen a kocsit, ha ilyen az, mit tudom én, a ruhád, a házad, a nőd, a minden, teljesen mindegy, hogy mire halsz, nem? Lakó környezetemben van egy elhagyatottabb aluljáró, és most egy, hát nem tudom, hogy pár-e, mindegy, egy férfi és egy nő beköltöztek oda, mint hajléktalanok. És akárhányszor elmegyünk ott, köszönnek, nevetnek. Na, hát ez jó. Eszméletlen jó hangulatban beszélgetnek. Hát ez szuper. Múltkor azt mondta az egyik alkalommal a hölgy, hallottuk, ahogy ott mondja, azt mondja, hogy hát itt van két takaróm, az egyik alatt majd megfagyok, a másik alatt majd megsülök. Hát úgy magunk között mondtuk a nejemmel, hogy hát jobb, hogyha azért inkább a megsülés variáció van jelenleg a mínusz akárhányban. Igen, igen. Na de hát... Na ugye hát így van, ha világban járunk, hát azért ugye, hogyha Indiában voltam, persze Indiában, Ázsia, Afrika, stb. Hát általában az volt a tapasztalatom, hogy a szegényebb országokban, nem mint hogyha most dicsőíteni akarnám a szegénységet, meg a nyomort, szó sincs erről, de tény, ami tény, hogy akár Svájcban, akár Németországban, akár mindig, amikor visszajöttem, kiszállt a repülőtől, fagyos hangulat, fagyos emberek, teljesen magukba zakkalma, vagy magukba. Amikor ott voltam lent, ezek azt se tudták, hogy holnap mit esznek. És olyan nevetni éltek, játszottak. De, tehát... Bocsánat, például igen. Kuba, a 80-as években voltam Kubában, és meghökkentő volt, hogy ugye a jegyre ment a dolog, jegyrendszer. Igen. És a boltokban nem volt semmi. Direkt bementünk Havannában közértbe. Közértbe semmi más nem volt, csak orosz barack konzerv. De képzeld el, üres pultok, a pultoknak a tetején volt egy orosz barack konzerv. Tehát akkor még nagyon ugye a szocialista világ volt teljesen. De a lényeg az, hogy ezek az emberek esténként kimentek az utcasarkokra, és minden második utcasaroknál összejött egy kis alkalmi zenekar, ilyen pici kis hangszórót kiraktak, bőgő, gitár, és mit tudom én, kézidob, és táncoltak este az utcán, az emberek lejöttek vázakból és táncoltak. Minden második sarkon. Hát ilyet, ne vicceljetek már. És az, hogy buszmegállóba álltak, vártak, és amíg jött a busz, ugye ott álltak, és az egyik ablakból kiszólt valami zene. Valami kis zene. És képzeld el, abban a pillanatban táncra perdültek. Tehát ott az idegen emberek megfogta, egy hasi elkezdte pörgetni a nőt, és táncoltak. Aztán jött a busz, felszálltak és elmentek. Megáll az ember esze. Szóval így is lehet, hát nem kell depressziósnak lenni. De különben is gondoljunk bele, hogy itt most Magyarországon gyakorlatilag azok az emberek, akik panaszkodnak, és nyomor, meg ilyesmi, de hát azért ott áll és cigizik. Hát egy doboz cigaretta, most már nem tudom, majdnem 1000 forint, vagy mennyi, nem tudom, mert nem dohányzom. Na de hát figyelj, hát 1000 forintból lehet venni, mit tudom én, egy darab kenyeret, meg ilyet. Tehát egy csomó mindent azért az ember csinál, isznak alkoholt, ami már szintén baromi drága, meg dohányoznak, hát hogyha micsoda dupla nyereség lenne, hogyha az a kevés pénz, ami van neki, azt élelmiszerre költeni, vagy étkézláb dolgokra, és ráadásul nincs depresszió, mert az alkohol az például konkrétan következményesen depresszív. Tehát van egy föl, de az is, ugye? Tehát a földobottság időszak után rögtön. Múltkor valaki rám ért, hogy hát komoly gondjai vannak, és szívesen eljönne hozzám, csak nincs pénze. Azt tervezgeti, hogy ő most kimegy Svédországba. Ja. Hát most akkor innentől kezdve én megint azon gondolkozom, hogy Svédországba elmenni, az egy kicsit drágább dolog, mint hozzá elmenni. Hát szóval hogy van ez? Teljesen felborultak ezek Minden esetben... Akkor láttam a tévében valakit, aki irtózatosan rossz gazdasági helyzetben van, és akkor látom, hogy a hűtőszekrényen ott van a mikrohullámú sütő. Hát most akkor... Ami egyébként rohadtó káros. Teljesen káros, és semmi értelme. Tiszta gáz. Akkor hogy van ez? Tehát, hogy emberek végig gondolják, hogy miük van, vagy nem gondolják végig, hogy miük van? Hát szerintem nem gondolják végig. Nem, mert ugye a projekció működik.
Tehát, hogyha most ugye arra appellálunk, a mohóságra és az irigységre, ugye, mert ez olyan fő appelláták, hogy azért legyél rá irigy, azért legyél mohó, hát azért milyen gyengén nézel ki. Meg verseny van, igen. Te vagy a jobb, akkor ügyesebb vagy, akkor neked többet több van. Jár, stb. Így van. Ugye? Tehát ez projekció, hogy ahelyett, hogy magán változtatna, hát a betegségek fele legalább erről szól, de inkább háromnegyede, tudjátok, hogy inkább kivetítem, hogy mert az orvos nem adott jó gyógyszert, mert nekem ez jár, mert én olyan szegény, stb. Stb. Tehát állandóan vetítünk, de ezek, hogyha mit tudom én, most lenne egy csodálatos akármi autóm, akkor boldog lennénk, vagy meg milyen hülye, mindenki milyen hülye, mert stb. Tehát ezt a trendet megpróbáljuk megfordítani, mert ez lenne az új világ. Az új világ az lenne, hogy a boldogság természetes. Hát ez nem? Az. A boldogság az vele jár az ember életében. Ez vele jár. Azt nem kell megszerezni. Nem. Békén kell magunkat hagyni, és akkor automatikusan boldogok vagyunk. Így van. Ezt tapasztaltam, amikor voltam 2,5 hónapig magányban fenn a bükkben, egy kis buddhista meditációs helyen, és teljesen egyedül voltam 2,5 hónapig télvíz idején. Egy héten egyszer mentem csak be a hóba, én vettem egy heti kaját, aztán vissza, 3 kilométert kellett gyalogolni a legközelebbi helyig, és utána vissza. És életem egyik legboldogabb időszaka. Semmi nincs. Nincs semmi. És csak az ember boldog. De miért? Mert meditáltam, meg olvasgattam, meg mit tudom én, befűtöttem, jó meleg volt. Szemlélődtem. Ez volt. Hát ott írtam, életem legszebb számait ott írtam. Mert a csend ereje, a kreatív, hát elérted a kreatív energiát. És pontosan erről van szó, hogy a kreativitásra visszatérve, hogy én nem tudok meglenni kreativitás nélkül. Én azt érzem, hogy egy férfinek a teremtő erő, az a kreativitásban nyilvánul meg. De a nő az biológiailag megéli a teremtő erőt azáltal, hogy egy gyereket magában kifejleszt és megszüli. Tehát ez már egy akkora csoda, hogy férfi szemmel nézve, hogy egy nő mit produkál, amikor egy gyereket a hasába fölnevel. Hatalmas misztérium. És megszüli, meg tudja szülni, ezen a pici lukon így kijön a gyerek. Tehát úgy, hogy az a nagy feje ki tud jönni. Szóval ez eleve döbbent, hogy megpuhulnak a csontok szinte. Tehát ez ugyanúgy materializmus szempontjából ez szinte elfogadhatatlan. Hogy mit, és közben így születik minden ember. Tehát ez eleve egy folyamatos csoda. Na most a nőnek ez az isteni ereje, amit így megtesz. Ez már őrület. Na most a férfinak van ugyanez. Csak nem biológiailag, hanem szellemileg, lelkileg. Tehát amikor kreatívek vagyunk, létrehozunk valamit, alkotunk, vagy valamit egy új szempontból látunk meg. Ez a férfi kreativitás. Ha én ezt nem tudnám csinálni, akkor én boldogtalan lennék, mert ez a lényegem. Na de ezt egészen addig lehet csinálni, amíg az ember él. Mert ehhez még csak mozogni se kell tudni. Így van. Tehát adott esetben, hogy heverek egy ágyban, pontosan, hogy amikor már a mozgásképesség nincs, még akkor is a alkotó kreativitás képessége megvan. Hát, hogy csak elképzelsz egy képet, már kreatív volt. Hát így van. Van az ember, hát ez az. Van az ember egy ilyen, hogy ugye az emmester fel tesz így az ujját, és az, hogy megváltozott az univerzum. Ugye, persze utánozás elkezd az egyik tanítvány utánozni, és akkor ugye a kérdés, hogy mi a zen, és akkor a tanítvány felrakja az ujját, hogy puff, levágja az ujját, ugye, és ettől megvilágosodik. Tehát valójában most ismeri történet. Tehát, hogy mi a... És ez egy rendkívül fontos rész, amit hogyha tudatosítom, már egészen másképp érezhetjük magunkat, hogy mi a gondolkozásunkkal és érzésünkkel, ahogy mondtad, hogy fekve az ágyban, vagy elképzelve valami, de a gondolat is, és gondolatunkkal és az érzésünkkel teremtünk egy másik világot. Ez így van. Tehát, és ráadásul azt is, van ennek egy másik oldal is, hogy felelős vagyok a világért. Ugye? És ez amit ugye nem nagyon szeretünk ebben a helyzetben, de amikor ezt megértjük, hogy tehát én nem gondolhatok akármit. Ez így van. Amit gondolok, azt megterem. Így van. Én nem érezhetek akármit. Nekem felelősségem van, és a felelősségem nem csak erre az emberre vonatkozik, aki most éppen, hanem a felelősségem vonatkozik az egész világért felelek. Volt egy ilyen tanító egyébként, a fiatal lesz, nem olyan könnyű elfogadni,
ezt a gondolatot, mert volt egy ilyen tanító, aki úgy hívtak, hogy Krisnamurti, és jártam hozzá is, még Svájcban is. Te ismerted Krisnamurtit? Igen, igen. Nem viccelsz? Persze, hát a 70-es években még ott voltam. Nagyon nagy tisztelettel voltam, gondolom. Én olvastam könyvét, igen, de én ennél is. Világosabb, élesebb, csodálatos, tiszta. Hihetetlen. Nagyon kellemetlen. Nagyon kellemetlen, ugye, mert amikor élünk... Ez jó hossz! Hú, de fantasztikus ember! Nagyon kellemetlen! Hát ő élőben látta, ugye nekünk a könyvben, a könyvben. Élőben, amikor mondja ezt, mondja neked, hogy befűt neked, hogy te vagy felelős a világért, te pedig, mit tudom én, most 30 éves vagány, és nézed a csajt, hogy igen, jó, jó, most akkor tudom már. De mégis kellemetlen, hogy ezt mondja nekem. Nagyon kellemetlen, de hogy vagyok én felelős a világért, annyi hülye van, ők felelősek igen, a világért. Igen. És amikor közben nem igaz, és mire ez, hogy ezt belátod, hogy basszus, tényleg nem. Tehát teremtő erőnk, ugye, nekünk például elkötelez bennünket olyan gondolatok és érzések irányába, ami mindenképpen, akár ilyen hármasságokban nyilvánul meg, akár egy másik látással, akár egy teljesen minden, tehát, hogy festmény, zenekő. Olyan kell gondolni, hogy mindenkinek legyen jó. Miért? Mert nem vagyunk elszigetelve egymástól. Amit te mondtál, hogy egység, azt én úgy látom, hogy benne vagyunk egy nagy akváriumban halacskák, és mi nem kakálhatunk bele az akvárium vizébe gátlástalanul, mert akkor mindenhol már kaka lesz. Szóval ez a helyzet. Tehát, hogyha én most elkezdek gyűlölködve gondolkozni, akkor a gyűlöletnek az energiája meg fog szaporodni. Most a vízhelyet gyűlöletben úszkálunk. Ez így is van. Igen, igen. És most, és ez nagyon jó hasonlat. Nem lehet mérvadó az, hogy más csinálja. Ja. Na ez is nagyon tehát az is az én tudatomon belül van, ez az a más. Igen, igen. Hogy ráfogom, mert ő miért nem olyan, amilyennek én szeretném, elnézést. Mert akkor, de hogy akkor, tehát nem mérvadó, hogy más csinál, nagyon fontos. Nem mérvadó. Nem mérvadó. Tehát pontosan látni kell, hogy egy egyensúlyt létrehozni, tehát hogyha az ember azt látja, hogy sok a gyűlölet a világban, akkor neki abban a pillanatban kell a gyűlölet ellen tenni. De magában, tehát a bennem lévő gyűlöletet, ezt eliminálni kell. Ez az alapvető dolog, ez az alapvető gyakorlat. Na ezért zseniális jó a házasság. Mert a házasságban annyira bosszantó az embernek a házastársa, annyira föl tud bosszantani engem a feleségem, hogy zseniális alanyára, így van, egy tanító erő, és közben amúgy meg nem bosszantó. Tehát az ember miután már magában a haragot megfékezte, akkor szép lassan elsimulnak a dolgok, és akkor egyszerűen csak, hogy csinálja a dolgait, és amúgy nem bosszantó. Tehát van egyfajta szempont, ahonnan nézve rendkívüli módon bosszantó, és amúgy egy más szempontból nézve, ez ugyanaz, mint a gyerek. A gyerek ugye annyira annyira a gyerek az annyira túl van azon, hogy lehessen rá haragudni. Hát egy éves kisgyerek. Hát mit lehet rajta haragudni? És a legnagyobb csibészségeket csinálja. Amit elér a kezével, lerángatja. Ahova akar, oda kakál. Ha akar, szájába vesz bármit, akkor belenyúlkál a konnektorba. Mindent csinál, ugye kreatívan. De annyira kis édes, annyira a feltétel nélküli szeretet övezi őt, hogy ő vele példaként lehet megnézni, hogy mi mindent csinálhat még, anélkül, hogy én haragudnék rá. És ezt kell átvetíteni például a feleségemre. Nagyon szép. Hogy amikor ő is csinálja a dolgait, hát ő is csak egy gyerek volt valamikor, ugye most meg már felnőtt, de az ugyanilyen gyerek volt. Tehát őt lehet pontosan ugyanúgy nézni, hogy bármit csinálhat, csak szeretem. Erről van szó. És ez a házasság értelme egyfelől, egy férfi szemszögéből, ez egy jó gyakorlási terület. Mert egyedül, amikor én az úszon voltam fönn 2,5 hónapig, nem kellett alkalmazkodni senkihez. Senkihez. És nem is dühödtem be senkire, soha, semmiért. Még magamra sem voltam dühös, mert pontosan tudtam, hogy miért nem csinálok valamit, vagy miért csinálok. Tehát gyakorlatilag ott ki volt húzva minden probléma forrás a képből. Tehát ezért a házasság egy zseniális módszer arra, hogy az ember a benne lévő haragot megfékezze. Ezért írja Szent Pál az egyik levelébe, hogy mi, akik a magányt választottuk, tehát a papi értelembe vett magányt, a mi dolgunk könnyen. Ez így van. És ez így van. Hát százszor könnyebb nekik. Csak ugye ott is ők össze voltak zárva, mint szerzetesek. És az már nem könnyű. Az mert amikor egy közösség könnyű. Van együtt, igen. Ott minden közösség, amit én láttam,
az nem minden, bocsánat, mert egy-két közösség nem, de a legtöbb szellemi közösség meg van fertőzve a torzsalkodás szellemével. És ez nagyon furcsa volt nekem eleinte, amikor elkezdtem buddhista közösségekbe járni, vagy bármivel. Kiderült, hogy egymást fúrják. Tehát ez már teljes agyrém. Hát igen, mert a személyes megoldatlanságát mindenki bezutta. Így van, így van. Na most olyannyira megy ez, ugye én is jó pár ilyen közösségben voltam, ilyen workshopokon, meg több-kevesebb időt eltöltöttem, hogy ugye olyan spirituális egót fejlesztenek mondjuk a régi tanítvány. Igen. És akkor így elsősorban ül a mesterhez közel. És az egy... Igen. És kicsit lenézi az újra. Mint a Karinti, amikor a kitűnő felel, ugye? Jó tanulom felel. Ezek a szerencsétlenek, ugye, de hát mi már fél szavakból megértjük egymást. Tehát ez a szemem sarkából úgy összekacsintunk című történet, igen, hogy igen, igen. Tehát mi tudjuk, ezek a szegények még szegények itt nem ismerik. Nagyon fontos, hogy tehát ez olyan szépen, hogyha most veszük a közös teremtőnket, a minden teremtőt, mondjuk veszük a minden teremtőnket, akkor azt kell mondani, hogy ragyogóan megcsinálta ezt az egészet. És zseniális. Nem? Ez nincs benne hiba. Nincs benne hiba. Itt állandó tanulási lehetőséget kapunk. Teljesen mindegy, hogy 2 évesek vagyunk, vagy 72. Ez így van. Mindig lehet. Mindig lehet. Hát ez, és ezzel már, ugye ha nem utasítjuk el a tanulást, ezzel még egy óriási nyereségünk van, a fiatalság. Nem azt számít, hogy az ember 70 éves, vagy 27 éves, hanem hogy tanul, képes-e tanulni, képes-e megnyílni, képes-e valami újat felvenni, és akkor fiatal, és akkor kreatív. Ez így van. Ugye? Tehát nem, mi állandóan mindenki ezen nyekereg, én már 38 év, 52 év, mindenki ezen van. Mi a túrót érdekes ez? Hát ez teljes értékű életet lehet élni. Teljes értékű életet lehet. Így van. És ebben bele tudjuk azt a dolgot vinni, hogy itt íme a csoda. Íme, és akkor már ott megjön az is egy kis alázat, vagy nem is alázat, hogy mondjam. Záró kérdésnek azt tenném fel, hogy hogy készültök erre a 2013-as évre, hiszen még annyira az elején vagyunk, vagy történik itt valami más abban az értelemben, hogy mostantól kezdve majd másképp isszátok a teát, vagy másképp fogjátok a vécét lehúzni, vagy... No, hát figyelj, én nekem ez egy nagyon erős évem, már most érzem. Új kapcsolatok születtek már most. Új zenész barátokkal ismerkedtem meg. Új lehetőségek nyíltak ebben a spirituális zenélésben. Gyakorlatilag egy filmkisregényt írtam nemrég. Tehát még lehet, hogy filmirányba is elmennek a dolgok. Akkor könyv készül lassan. Tehát én nagyon be vagyok indulva ilyen alkotói szempontból. Meg most találtuk föl az egyik videós barátommal a technopoézisnek a műfaját. Tehát a saját magunk értelmezésében, hogy ezeket a kis hülye versikeimet, így is abszolút verseket megcsinálni videóformában, 40 másodperc vagy 30. Tehát csak egy ilyen kis lökés, és meg van csinálva animációval, meg minden, megy a vers, és közben alatt akár zenei aláfestés, de tényleg csak egy 30 másodperc 40. És egy kis poén az egész. Hát ez is annyira lelkesít. A másik pedig... Hát szilánkok. Szilánk, pontosan. Ilyen kis... Vagy szikrák. Hát így inkább a szikrák, ez nekem nagyon igen. Tetszik, inkább szikrák. Szikrák. És hát a közben meg hát a kisfiam, hát ez egy csoda. Tehát most már ugye jár, meg már majdnem beszél, meg ügyes, aranyos, feleségemmel is egyre jobb a viszonyom, meg minden. Szóval én azt gondolom, hogy ez most egy óriási kinyílás, és érzem az életben ezt a felfokozott szabadság erőt, ami beárat most valami nagy szabadság erő. Annak ellenére, hogy a körülmények azt mutatják, hogy nagyon zárt, meg válság, meg minden. Valójában egy másik síkon nem válság van, hanem fejlődés és kinyílás. Nagyon jó. Itt is ezt ugyanezt élem meg. Hát gyerekek. Ugyanezt élem. Akkor ez azt jelenti, hogy van egy közös világegyetemünk. Ugyanezt. Óriási lehetőségek nyíltak. Így van. Ugyanezt élem meg, hogy ugye most akkor ugye 13, tehát 70 vagyok tulajdonképpen. Igen. És most ugyanezt a kötettel, hogy
hogy a, most akkor kiadok egy verses kötetet, kiadok egy, ugyanakkor egy házvásárlásnak a kis év tapogatózásos, válságos idézőjelben vagyok benne, mert ugye úgy érzem, hogy most már most ki kell menni a lakásba, most ház kell, és a többieknek is szeretném ezt, tehát hogy érzem azt a részét és ennek az életnek, hogy áldozatot hozni, tehát hogy nem csak nekem már minden volt, nekem már tényleg, de nem ebben a elutasító, érted? Hanem minden, hát akkor teremtsek másnak is, tehát több lehetőséget, hogy több lehetőséget teremteni a többieknek, ugye ez a kérdezet. Ha meg tudunk adni, akkor csodálatos élményeket kapunk. Igen. Hát már pedig ugye adni tanultunk elég hosszú ideig, úgyhogy most már akár bátrabban adhatunk valami többet is, vagy valami mást is, amit esetleg mások megijednek. Hát mi nem ijedünk meg, nem? Hát most már nekünk olyan tréningünk van az életben, meg annyi tapasztalatunk van. Nekünk nem kell, mitől kell félni? Semmitől. Hát kedveseim, köszönöm nektek, hogy eljöttetek, elfáradtatok ide. És nyíljon tovább nektek az ég, és minden kedves honfitársunknak, és minden kedves embernek itt a Földön. Üdvözlés béke. Fusson a futótűz. Nagyon jó. Jó. Köszönjük.